Tűző napon állnak a személy- és teherautók, kamionok a magyar-ukrán határ Záhonyi kilépőjénél. A több órás várakozási idő péntektől nehezíti meg a közlekedők helyzetét. Ezt a videót vasárnap a határváros polgármestere posztolta közösségi oldalán. Nem elég a várakozás, harmadfokú hőségriasztás is érvénybe lépett, amely az előrejelzések alapján hétfő 0 órától csütörtök éjfélig tart. A kánikulában a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete naponta kétszer oszt vizet az úton lévőknek. A kamionosok viszonylag jól felkészültek, tehát ugye ők hozzá vannak szokva akár a hosszú várakozási időhöz, illetve a hosszú utakhoz is, viszont a személyautósok nagyon sokszor rosszul mérik föl az utazási lehetőségeiket, illetve a várakozásnak az idejével nem feltétlenül számolnak. Sokszor volt már erre példa, hogy a Záhonyi határátkelőnél kénytelenek voltunk vizet osztani az ott várakozóknak, hiszen időközben kifogynak a tartalékaikból. Nagyon sokszor családdal indulnak útnak, azok is, akik kereskedelmi céllal utaznak ebben az időszakban. Várhatóan ez július elejéig tart el az előzetes számítások szerint, és addig, amíg tart ez a hőség, illetve ez a több kilométeres autósor ott van a határátkelő előtt, addig a Vöröskereszt naponta két alkalommal fog ásványvizet osztani a várakozóknak. A Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója többek között arra hívta fel a figyelmet, ha valaki hosszabb útra indul, mindenképpen vigyen magával megfelelő mennyiségű folyadékot. Aki nem csak a határ felé indul, hanem bárhová az országba, legyen nála megfelelő mennyiségű folyadék, hiszen a megmelegedett langyos ásványvíz is jobb, mint hogyha semmi nincsen az autóba, hogy nehogy a túlforrósodásnak, a hőgutának, illetve a kiszáradásnak, a kiszáradás veszélyének tegye ki bárki saját magát, illetve a családját. Érdemes bekészíteni olyan kisebb törölközőt, amit meg lehet vizezni, amivel lehet hűteni a nyakat, a fejet, vagy hogyha gyerek van az autóba, akkor a gyereknek a testét, hogy nehogy felforrósodjanak. A vízosztásban a megyei Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei vesznek részt. Gurály Edina megyei igazgató elmondta, a Záhony környékén élő közösségi szolgálatos fiatalok is bekapcsolódhatnak az ásványvíz kiosztásába. Várják további önkéntesek jelentkezését.